Én nem nagyon szeretnék többször házasodni, mert én megtaláltam a páromat, és akkor én szeretném, hogyha ezt Isten színe előtt is meg tudnánk tenni ezt a úgymond lépést. Ha nem lenne mondjuk a házasság, akkor lenne bennünk egy hiányérzet, így van. Mint a kihagynál egy lépést. Igen. Ez egy nagyon jó alkalom lesz, ez a fotózás arra, hogy kipróbáljuk egy kicsit magunkat még, hogy most direkt azért vagyunk itt, hogy egy picit, hogy melyik áll jól, milyen pozíció, hogyha így ölelkezünk. Mi történik pontosan egy jegyes oktatáson, és miért fontos esküvői alapesz Kocsis Dénesnek és párjának, Petrának? A jegyes párt most egy közös fotózásra kísértük el, ahol családalapítási terveikről is mesélnek. Nagyon izgalmas dologba vágtunk, ugye itt a házassággal kapcsolatban tudtuk, hogy kell majd járni egyes oktatásra, mert mi nagyon szeretnénk templomi esküvőt, és hát megvolt az első ilyen alkalom, és hát nagyon élveztük. Borzasztó nehéz folyamat és feladat az, hogy a kapcsolatot jó szinten tartani, hogy tényleg mindig egymásra időt szánni. Kaptunk egy jó kis visszajelzést így az első alkalommal, hogy ezeket szerintem mi tök jól csináljuk. Van a házi feladat, van, amit akkor kell megcsinálni, a magán ugye az óra keretein belül. Ezeken jól össze lehet veszni esetleg, ha igen, úgy van. Igen, egy kicsit nyilván, amikor valaki 2 pontot adott arra, amire a másik 5-öt, nyilván itt. De ez pont azért jó, mert erről elindul egy kommunikáció. Aha, nagy mosoly! Elutaztam Békés Csabára, és ott néztünk előadásokat. Az érdekessége a dolognak, hogy ő elhaladt mellettem a lépcsőn. Én fölfelé, ő lefelé tartott az ülőhelyünket keresve, és én a Gubik Petra után szóltam, hogy Petra, de ő visszafordult és rám nézett. És hát ott szikrázott a levegő, ott a felhők eltűntek az égről, a nap kisütött. A fű egyszer csak zöldebb volt, és a színpadon a fények így kigyulladtak, érted, hogy na mindegy, de most a viccet félretéve ott nekem nagyon, nagyon megfogott ő. Négy-öt gyerek az bőven elég lesz, nem, annál több nem kell, szerintem. Nem. Én a 2-vel megelégedni. Igen, 2-vel én is azt hiszem, hogy elégedett lennék, és ha véletlenül egyszer valahogy becsúszik egy harmadik, akkor az lesz a non plus ultra. Igazából lehet, hogy ez bennem csak egy ilyen, hogy mi is hárman vagyunk a testvéreimmel, és ők is, és lehet, hogy ezt otthonról hozom, hogy akkor 3 gyerek. Tehát ha tőlem megkérdezték régen, hogy hány gyereket akarok, akkor azt mondtam, hogy 3-at. Na de azért majd, hogyha megjön az első, akkor megnézzük, hogy azért ez pontosan mit jelent, és akkor majd ahhoz képest eldöntjük, hogy még mennyi gyereket szeretnénk. Látom, hogy várod, úgy bánom, hogy léptem. Ránk szakadt itt az idő, vagy sokunkra, főleg színészként, és én úgy voltam vele, hogy valamit akarok kezdeni magammal. Nekem van egy dalom, 2014-ben íródott a dal, teljesen kész verzióban megvolt a fiókban, és akkor rájöttem, hogy nekem ezt kell most csinálni. Szállok eléved, sok a beszéd, most is lennék csak a tiéd, ahogyan, tavaly is, s az előtt. Egy kikötésem volt, hogy ne legyek benne a videoklipben. Na, szóval ő volt az, aki a jegyet adta, a repülőtéren, és hát megkapta élet egyik legnagyobb lehetőségét. Minden nap egy öröm azzal kapcsolatban, hogy mi egymásra találtunk, de azért természetesen vannak nehézségeink nekünk is, mint minden párkapcsolatban, csak mi ezeket a nehézségeket bevállaljuk. Dénes, egy picit följebb a jobb kezed, és egy nagyon picit zárja az ujjaidon, légy szíves. Ezek jó között. Jó a háttér. De nagyon várom, hogy újra induljon az élet, hogy az emberek elmerjenek jönni újra a színházba. Az Operett Színházban is dübörgünk tovább, és a La Mancha lovagját is fogjuk játszani, illetve hát a Tajtékos dalok, ami a színháznak egy ilyen színfoltja. Rengeteg olyan darab van, amit már játszunk, de nagyon szeretnék már végre újra játszani, mint például az István a király, vagy a Dorian Gray.
Puskás musicalt végre, ha minden igaz, júniusban be tudom én is mutatni, és én leszek benne Puskás Ferenc, ami hát egy óriási megtiszteltetés. Én nagyon nagy foci rajongó vagyok, és hát az, hogy Puskás Ferenc mezét vehetem föl, és kvázi így válhatok azért én is egy focistává, válhatok én is az aranycsapat tagjává, ez egy óriási dolog. Nekem azért kellett egy másfél év, mire beleszoktam ebbe, akár a fotózásokba, akár a megjelenések. És még másfél év után kezdtem el most már, hogy élvezni is tudom. Jó, az a kék.